Délben kezdődött és 16 órakor fejeződött a tárgyalás Újvidéken a Vajdasági Szociáldemokrata Liga székházában. A megbeszélés zárt ajtók mögött zajlott. Befejezése után egy közleményt adott ki a VSL. Eszerint több nyitott kérdést is sikerült megvitatniuk. A tárgyalást azonban folytatniuk kell. Szerdán újra tárgyalóasztalhoz ülnek a pártelnökök. A mostani ülést a VSL első embere hívta össze, mivel az utóbbi időben több nézeteltérés is volt a hatalmi koalíciót alkotó pártok, pontosabban a Liga és a VMS között. Az már napokkal ezelőtt biztos volt, hogy Bojan Pajtić, a DP elnöke elfogadja Csanák meghívását. Pásztor István, a VMS elnöke azonban feltételhez szabta a részvételt. Közölte, akkor vesz részt a megbeszélésen, ha Takács Mártát, a Vajdaság erdei közvállalat leváltott igazgatónőjét visszahelyezik tisztségébe. Takács Márta a VMS támogatásával 2005 óta vezette az erdőgazdaságot. A törvény értelmében 2013-ban újra pályázott a pozícióra. A tartományi kormány akkor ismét kinevezte őt az erdőgazdaság élére. Egy másik pályázó azonban keresetet indított a bíróságon, mert Takács Márta nem nyújtott be határidőn belül teljes pályázati dokumentációt. Egészen pontosan a büntetlen előéletről szóló igazolásánál csak a belügytől beszerzettet mellékelte. A gazdasági bíróságtól viszont nem csatolt ilyen dokumentumot. Az alapfokú bíróság igazat adott a keresetnek. A tartományi kormány és Takács Márta azonban fellebbezett. A fellebbviteli bíróság azonban megerősítette a korábbi bírósági határozatot. Ennek értelmében a pályázatot ismét ki kellett volna írni, a közvállalat élére pedig megbízott igazgatót kinevezni. Ez akár Takács Márta is lehetett volna, de nem ez történt. A tartományi kormány a jogerős bírósági ítéletre hivatkozva új megbízott igazgatót nevezett ki a közvállalat élére. A három pályázó közül a Vajdasági Szociáldemokrata Liga javaslatára Alekszandár Obrádovicsot nevezték ki az erdőgazdálkodás megbízott igazgatójának. A javaslat úgy ment át, hogy a Liga számbeli többségbe került a szavazáskor. Pásztor István kijelentette, hogy ha nem helyezik vissza Takács Mártát, akkor a VMS kivonja 7 tartományi képviselőjét a koalícióból. A pontot az íre tehát ezt tette fel. Az utóbbi időben ugyanis a Liga sorozatos vádakkal bombázza a Vajdasági Magyar Szövetséget. Csanák élesen bírálta például a magyarországi Fidesz-KDNP vajdasági származású európai parlamenti képviselőjét Deli Andort. Azzal vádolta, hogy a magyar szélső jobboldal kiszolgálója. Szerinte azzal, hogy a korábbi tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár egy másik ország listáján indult, nyilvánvalóvá vált, hogy ki pénzeli és kinek az érdekeit szolgálja. A vajdasági illetőségű európai parlamenti képviselő ezután azt mondta, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga igyekszik aláásni Magyarország és Szerbia együttműködését. Deli Andor szerint a Liga nem találja a helyét az aktuális politikai színtéren. Ezért támadási felületeket keresve kikezd mindent, ami a Vajdasági Magyar Szövetséggel és annak eredményeivel kapcsolatos. Pásztor István akkor kijelentette. Lehet adott kérdésekről valakinek más véleménye, de ez nem jogosítja fel arra, hogy a másikat lehazaárulózza, szélső jobboldalinak nevezze, olyan mondatokat közöljön, amelyek emberi, politikai és közösségi mivoltában sértik meg. A kialakult helyzet miatt a hatalmi koalíció is kérdésessé vált. Pásztor ugyanis határozottan kijelentette, nem fog mindenáron a tartományi parlamenti többség fennmaradására törekedni, hiszen pártja is ismer bizonyos határokat. Bojan Pajtić kormányfő szerdán azt mondta, szeretné, ha a VMS a koalíció tagja maradna, de távozása esetén is fennmaradna a többség. A 120 fős parlamentben 64 képviselőjük lenne a VMS nélkül is. A Demokrata pártnak 49, a Vajdasági Szociáldemokrata Ligának 10, az őket támogató Tadić féle szociáldemokrata pártnak pedig 5 mandátuma van a tartományi parlamentben.